15 fokos hőmérséklet csökkenéssel várhatóan kedden megérkezik a hideg, az igazi őszi időjárás. A megváltozott időjárási viszonyokkal az autósoknak is számolniuk kell. Téli gumira kell cserélni a nyárit, és fel kell szerelni az autót az ilyenkor szükséges tartozékokkal. A kerék, a gumi vagy a felni? Laboda László már most készül a térre. Alaposan átvizsgáltatja a járművét, és még idejében elvégezteti azokat a munkákat, amelyek a biztonságos közlekedés szempontjából fontosak. Én a futóműveket tartom elsősorban fontosnak, hogy azok legyenek rendben. És hát ilyenkor még a hólánc azért annyira nem, de elképzelhető, hogy nem árt már azt is bekészíteni, pláne ha az ember olyan helyre megy, most gondolok itt Ausztriára, vagy ahol magasabb helyeken már hó lehet. Azon kívül hát egyre inkább hidegek vannak esetleg, és műszaki problémánál egy pokrósz nem árta van az autóba, tehát úgy azzal a fejjel gondolkodni, hogy most már bármi történik, csak a hidegre számíthatunk. Az autósok plusz 7 fok alatt csak téli gumival induljanak útnak, mert baj esetén másokat is veszélybe sodorhatnak. A téli gumi felszereltetésén kívül ilyenkor egy alapos műszaki átvizsgálás is javasolt. A fagyállót lefokolni, ugye a hűtővizet, azt is el szokták felejteni, az ablakmosóba megnézik, hogy hány fokos, ugye még van benne, jó, az nem kell, és ha bejön a fagy, akkor mindjárt szétfagy a motor, a ablakmosó motor, és ugye megint pénzbe kerül. Úgyhogy azt ajánlom, hogy inkább öntsenek rá egy liter téli, olyan célvidőtisztító, ugye az 20-30 fokig jó, és akkor ha van benne egy kicsi, az feloldja annyira, hogy jó lesz, amíg el nem tud menni egy szerviz vagy egy benzinkútól, megmérik, hogy hány fokos a fagyálló. Gumicsere miatt még nincs roham a szervizekben, de műszaki vizsgálatra több helyen már csak november közepére tudnak időpontot adni. A műhelyekben arra számítanak, hogy az elkövetkezendő napokban a nyári gumik télire történő cseréje miatt várhatóan tömegével jelentkeznek majd az autósok.